Önfelettel járkál a könyvespolcok között Cilla, avagy Mirmur, az I. és Gyula megyei könyvtárban. Igazából mindenki máshogy szólítja a lassan terápiás macskaként elhíresült négylábút, hát ha egyszer úgy döntene, tovább áll. A könyvtár dolgozói nem akarják kisajátítani a négylábú kedvencet, de nagyon örül mindenki, hogy most itt talált otthonra. Cilla egy őszi programon tűnt fel a könyvtárban, besétált, körbenézett, és mivel tetszett neki a hely, hát maradt. A lányok elmondták, mióta a macska velük van a mindennapokban, ők is többet mosolyognak, bár ez előtte sem állt távol tőlük. Az olvasók előszeretettel jönnek be, most a hírekben azért ő szerepel, ő a mi híres cicánk, és bejönnek családok, a gyerekek csak azért jönnek a szülőkkel, hogy megnézhessék, megsimogathassák a cicát, a gyerekkönyvtárból is átjönnek a gyerkőcök megnézni őt, egy kicsit kényeztetni. Az olvasók arcára is gyakran csal mosolyt, úgyhogy gondolom, hogy ő jót tett velünk, jót tett az olvasásnak is. Még ha erről ő mit sem tud. A négylábú házi kedvencen látszik, hogy korábban benti cica volt, ivartalanított, szobatiszta, nyugodt és nagyon szereti, ha szeretgetik, simogatják. A könyvtárban régóta keresték a gazdáját, de nem jelentkezett senki. A környéken már régebb óta látták kóborolni. A könyvtárnak volt már máskor is macskája. A könyvtár udvarán található egykori Matti Unieste szülőház padlásán mindig is laktak kóbormacskák. De olyan macskánk, mint ő, ilyen még nem volt soha. Azt kell mondani, hogy ő tudatosan választott ki magának minket. Az egy nagyon-nagyon jellegzetes pillanat volt, amikor a Darvasi László irodalmi estjére besétált, körülnézett, mindenkit lecsekkolt, és megállapította magában, hogy ez egy jó hely. Cillát megviselték az utóbbi mozgalmas napok, a forgatások, most egy kissé visszahúzódóbb. A napokban egy állatorvos jön majd a könyvtárba megvizsgálni, de egyébként jó egészségnek örvend.